Hölgyem! Hölgyem! Jó napot kívánok, jó napot kívánok! Lenne egy kis probléma. Éhé, az arcomon ne bagózon, ha megkérhetem. Lenne egy kis Akkor eldobom. probléma. Nem tudom, hogy most magam most haldoklik, vagy nem tudom. De ez nem helikopter. Lát valahol egy ilyen helikopter leszálló helyen? Mert ez egy normális parkoló is. És én egy ilyen jegy ellenőr vagyok, meg minden. És nem mutogasson nekem itt, nem koncerten van, és ez milyen dolog, hogy itt parkol ezzel a helikopterrel? Hát most nézzem már körbe, itt sehol egy autó, most akkor miért ne parkolhatnék? Kit zavar? Már nem azért. Hát engem, a főnökömet fel kell hívni, de valószínűleg a rendőrséget is kihívom. A egyik rendőr cimborán nagyon jó barátom, azért cimborám, és magát szerintem simán segbe fogják rakni. Nem tudom más megoldani, ígyunk egy sört. Nagyon finom. Nehogy eldobja az üveget, Good, nem good, good. azért, mert visszaválthatós. Hé, a cigit is eldobta, vegye fel! Hát én izé vagyok, közterület figyelő is amúgy. Én rocker vagyok. Engem nem Maga pedig érdekel. egy senki. Á! Segítség! Segítség! Gyorsan! Azonnal! Szálljon ki! Szálljon ki a járműből! Szálljon ki Maga a járműből! szerencsétlen. Szálljon ki a járműből! Magának annyi. Tönkreteszem az életét. Segítség! Egy elmebeteg, egy pszichopata, egy őrült, egy au, egy még egy au. Segítség gyorsan, a kocsi még el tudok menni, akkor ez az, a felhívom Dezsőt. Itt is tiszta vér, ki is szart ide véreset. Na mindegy, nem az a lényeg. Megölöm magát! Azt a kurva még idáig hallatszódik a hangja. Olyan, mint hogyha fejemből beszélne. Nézzenek oda. Azt, ez nem okos, Ah! ez nem okos! Nos, hát ez jó volt. Meghívlak egy... Amúgy sziasztok, meghívlak, amúgy sziasztok. Sziasztok! Mit akartam? Sziasztok, ezt igen. És itt vagyunk az a Gate Online nevezetű játékban. És itt van Máté is, hello, hello. Hello, hello, sziasztok! És folytassuk ezeket a... izé, heistokat, ezeket a új heistokat, vagy ilyesmi. Új... Hát, nem. Nekem még a Au! Doomsday heist is új, de mondjuk az már nem. Gyorsan akkor... oda megyek ezzel a... nem tudom, ezt a videóban láttátok már ezt a kocsit. Fogalmam sincs. Még nincs rátudni volna, nem? Hát Ahogy lehet, hogy mi láttam. nem tuningoltam fel. Azon gondolkodtam én is délután, hogy fel van ez tuningolva, vagy nincs fel tuningolva. Mindegy, hát akkor, hát most nem tuningolok, az biztos. Mónikával mi újság, mióta elváltak útjaink, mióta nem fogjuk egymás kezét. Hát Mónika most egy pár hetet, hónapot városon kívül töltött. Ja, igen, abban a nagy Nyaralást. tóban, abban a nagy tóban a vizé közepén. Igen. De most visszatért, és folytatja, ahol elkezdte. Hát szomorú, hogy nem is írtál volna semmilyen levelet a legjobb barátnőnek. Hát írtam neki. Hát nem kaptam meg. Hát, de én a legjobb barátnőmnek írtam. Nem azt Ja. mondtam, hogy Nórának. Ja, jó van akkor. Ez nagyon Na ez szép. nem, most egy ilyen rekreációs táborba volt Mónika, most voltam. Nem tudom miért beszélhet néha így E per 1-be, egyszer meg E per 3-ba, de mindegy. Lényeg az, hogy nem tudtam írni. El voltam zárva a külvilágtól. Amúgy akkor egy gyökér vagyok. Azt is elfelejtettem, hogy már egy heist prepeket csináltunk White Man-nel az előző részben, és most jönne a heist. De, bocsi, White Man, hogyha nézed ezt a videót, ne haragudj. Megbeszéltük, hogy akkor majd a heist-tal folytassuk. Elfelejtettem a picsában. Mindegy, indítom akkor a rablást. De hát mondjuk végül is ki tudod törölni, és akkor újra kezdeni a prepeket. Ha úgy jobb. Szerintem, hogyha felhívod ezt a afroamerikai fiatalembert, akkor ki tudja törölni a helyzetet. De ahogy gondolod. Nem, csináljuk szerintem. Bájt, mert nem fog megharagudni. Izé. Rátküldj. Postoládába tesz valamit, majd ilyesmi. Beleszaj. Ja. Nem. ez ilyen Mónikás bosszúállás lenne. Majd kiengesztelem valahogy.
Valamivel. Miért van ilyen csend? Most figyelek, a kocsit választ. Ja. Ez a szopós maszk. Én csak annyit értem, hogy szopós. Az pont elég. Hát körülbelül ez a rész ilyen 5 perc, hát 10 percesre gondoltam. Eddig érek rá. Na hát én is kb. Jó van akkor. Hú. Adjunk bele mindent. Nagyanyait, apait, meg hát papait. Ez inkább neki futsz még egyszer, szerintem ennek a mondatnak az jó. Adjunk bele mindent, nagyanyait, mindent. Egy motorosnak követ minket, szemtanú. Hát ő White Man. Ő White Man, mert... Mindjárt egy sztikit dob a kocsidra. Igen. Aj, ez a nő már megint beszél. Nem lehetne, mit tudja, miért erős paprikát bekenni a száját, hogy valami, és akkor én nem tudom, de... Vagy a segjük át inkább. Anál fehérítés. Hát komolyan mondom. És majd szólok, hogyha fékezek, mert a Dying Light-ban szeretsz mindig nekem jönni hátulra. Hát... De az a Dying Light-ban van. Bász meg! Az igen, na! Na, ő... Hátra felnéztem. Ő mit gondolhat? Hát ő másodban semmit. Esetleg a családja, hogy... A légzsák biztos megmentette. Még nem vettem új kocsit, mióta utoljára videóztunk. Az igen. Látod, hogy ma bevásárolta. Hát igen. Ja, itt merre? Be az alagútba? Ide be, aha. Ez nem érzi? Casino heist. Kuss már. Ja, nem is tőle engem kérdezett. Meg se szóláltam. Nem neked, nem neked a... ennek a nőnek. Mondtam. A, motherfucking A. Az már beszólás. Jó fele megyünk mi? Hát... Hát... Nem lehet gyalog menni? Nem, mert hát a kocsis heist, szóval... Biztos nem. Szerintem. Hát menjünk tovább. Mert ez máshol veszett, nem? De nézzük meg, hát ha. Jó. Is. Nem, nem, ez kerülő, ez kerek. Kerek. Akkor jó irányba jöttem? Aha. Igen. Táncolsz, hogy mit csináljon. Reméltem, hogy nem látod a vénázásomat. Később érsz ide. Két keréken át az Audi. Na, most már lehet ki lehet szállni. Na, már mit rabolunk ki? Most ilyen izé kinti nyilvános WC-t rabolunk? Hogy mi? Igen. Mi ez? Ki ez? Világít lámpával. Oh, még átszett a videó. Jó, most megyünk be. Na, csak egy izé. Na. Ez ki? Jaj, gondolom nem kéne megölni. Nem? A pazd meg! Segítsen! Valaki! Előttem. Megmentettelek. Azt a kurva. Vigyázz, ott ég valami. Pont annak a nőnek a beszédjére vagyok kíváncsi. Fedezd! De te benne leszel majd izébe a hírekbe. Látják az arcodat. Ú, tényleg, mindjárt meghalok. Hát mondjuk ők meghalnak, szóval ők már nem fogják... Na. Na. Ezt akkor én is. Hogy is van? Így. Out of life. Ez jó így. Ez fasza. Ja, mozizol most. Hát ez így nem lesz jó. Mi a sniper ez? Minek sniper épületbe? Miért ezt választottad, Norbi? Lehetett választani? Vagy nem? Én nem figyeltem. Gondolom. Hát a kocsikort közül lehetett választani. Ja. De amúgy akkor, ha magát alatt, az még rosszabb. Snipert épületbe.
még... Hát, kezdjük előre, amúgy? Hát szerintem ja. Ja. Jó. Örülnék. Ezt nem kivéltem Monika arca. Ezt én csinálom a való életben, csinálnám. Véletlen. Vagy visszakaptam a mi? Elképzelhetem, hogy ülsz a szobádba, játszol a Stikivel. Egy felrobbasz. Na, legalább az elejétől kell. Most már óvatosabbak leszünk. Mondjuk ezt erősen kétlem, de mindent megteszünk. Most... Na mindegy. Le kéne előni azt a koreait? Hát... Nem tudom, az előbb így elbeszélgettél vele, de nem nagyon hatotta meg. Á, így is észrevettek. Azt mondta, hogy Element of Surprise, de hát nincs is hangtompítós fegyverünk. Hát az izi, a sniper. Ja, sniper. De szobából? Mindegy. Ha mindegy. Ez így van kitalálva. Igen, szerintem is ezt itt nem tudtunk volna. Rendezte. Izi. Itt tudja mi. Afroamerikai hölgy. Sokat beszélő. Izi. Erős paprikázott picsájú afrikai nő. Egy afroamerikai. Afrikai? Az nem. Egyre jobb, ez a rész egyre jobb. Azt a kurva. Valaki kilőtte a gyomromat. És mi volt benne? Ilyen izék. Szőr, darabok, meg ilyesmi. Ja, menj előre, csináld a dolgot. Azért a kis pénzért, amit kapsz majd. Igen. Meg én is. Viszont ez új interior, nem? Aha. Hát nem fogok kedvencem közé tartozni. De ja. Figyelzen, mert shotgun van. Hello! Hello. Nézd, rablók való életben. Hello! Bemegy a bankba. Kép, hello! Gondolom meg kell valakit menteni. Végfeljebb lehet menni. Engem el tudnál képzelni, hogy mit tudjunk ki akarni krabolni egy dohányboltot, hogy valami izé. Hát nem úgy néz ki, mint aki nagyon segítségre szorul. Most kit hívunk? Hát nem is tudunk beszélni. Az igen. Hát... Még a kutyájának hívott minket. De idegesít ez a riasztó. Hát te nagyon agresszív vagy mióta hazajött abban a nyaralásban, nem tudom mit csináltak veled. Betettek a bikák közé, vagy nem tudom. Én izé, afrikai bikák közt volt Mónika. Jaj! Pont itt álltam. Hát jönnek még. Istenem. Hallod, lehet az a nő, ez a, úgy született, hogy már telefonnal a kezében született, nem tudom. Vagy faszol a száján. Na. Mindegy most már. Ezért nem kapok idejében YouTube pénzt, mert... Izé. Ne? A bevételszázés sosem lesz, izé, jogosult, mert mindig a trágár beszél meg ilyeset. Visszafogom magam mostantól. Hát most mindegy, majd a következő részben. Hát lehet nem lesz következő rész ezután. Majd Wipe-nek küldj pénzt, mert...
ő vele csinált a prepeket. Aztán ez olyan, mikor itt ugye mi biztosan ilyen a való életben. A kurva! Hello! Bassza meg, nem már, most megint out of touch. És hogyha meghalunk, onnan kell folytatni? Hát, megpróbáljuk. Aha. Szerintem a... innen. Nem? Remélem. Fú, még én ijedtem meg. Hogy néz Mónika. Egy nagy tágra nyílt szemekkel. Boci szem. Na nézzük. Hát már aranyértékelés is nem kapunk. Aranyér. Ja. Azt még lehet. Azt még... Na, Halo. Jó, itt vagyunk a föld alatt? De mit keresünk itt? Azt, de ilyen na, sokat nem gyalogolhattunk. Érdekes. Vigyázz, vigyázz, mert jönnek a pasik. Eddig nem volt az gond, de most nagyon nem. Hát igen. Black or white. Ja, bocsánat. Ezt meg felismeri YouTube izé. És olyan másik számra kapok a copyright. Justin Bieber, baby. Már ennem kell, mert leesik a cukrom. Még cukra. Hát igen, már Mónika már most már ilyen 30 pluszos, nem? Hát körülbelül igen. Nóra? Hát ő... fiatalabb? Idősebb? Hát idősebbnek néz ki. Megviselte az élet. Hátrányból kezdte. Jó az a sniper. Valamire. Csak nem ezen a pályán. Hátulról is van valami matymarika. Intézem. Nem? Itt a fölöttünk lenne valaki. Ja. Ha itt van. Hagyj ilyen. Hát annyira már, ne. Már meghalt. Eszek már valami kis snacket. Meteoritot. Megeszek egy... meg tudok enni egy meteoritot? Meteoroid. Egy meteoroidot? Pedig az nagy. Nagy dolgok mennek Nórának, nem? Meka... lenyelte. Na jó, most már... na. Beszéljünk a... mit tudjam én a... Rómeó és Júliáról, vagy nem tudom. Hú, az ez remek. Alkotás. Megint vannak mögöttünk. Mindegy, már nem fognak ide érni szerintem. Időbe. Mi az időre megy. Tényleg? Nem igaz. Na itt ma minden lángol. Arra. Azért menjünk innen gyorsan. Mondjuk csak hogy nem tud égni, tehát... jaj, ki tudsz menni? Betonban. Ahogy neki... asztalt is visszük. Úr... az a kik! Jézus! Ejjj! Hú, ez metró alagút, nem? Itt lehet metró is. Hát jaj! Le van most ilyenkor lezárták, már hármas körözés. Áj! Na, de ügyes vagyok. Mehetünk. Ilyenkor szerintem lezárják. És a forgalmat. Néha úgy az a munka, mint hogyha ilyen idegen nyelven beszélni. Renderautók fönt. Majd autosan gyere. Aszta. Kilőtték. Most már defektes vagyok. Igen, akkor nem volt fel... visszamegyek, érted? Száját, mert azzal nem mész meg messzire. Ajjaj. Át tudsz szállni? Aha. Hátra próbálj. Ide kezdlek fedezni. Köszönöm. Dobog egy stickit. De... ja, híres gyorsan. Na. Az egyetlen... szerintem ez egyetlen üres rendelatot tudtad felrobbantani. Na, de az jó volt. De szerintem többet ne dobálj, mert neki is értsük a sorsot. Jó. Nem láttam előre.
Nem is jó lány. Meteroid. Meteroid. Elbújunk. Frigid nevű raktárba. Hát... Frigid kurva. Az mi? Oda nézd, mi van ott. Legjobb helyen egy... vagyunk. Ott egy hóember bent. Hóember? Nézd be oda az egy hóember. Menjük. Dobok egy stickit. Inkább ne. Ja, mindegy. Egyedig láttak minket? Nem, már nem. Uta jönnek utánunk. Majd a hóember megállítja őket. Na, itt egy banda területen vagyunk. Vagosz. Baj. Ránk vannak ilyen izék, ilyen benszülöttek. Ilyen Walking Dead-es. Igen. Ilyen hajléktalan irány, éhes vagyok. ez nagyon rossz vicc volt. Hát... Csak a hülyék nevetnek ezzel a vicc. 10 másodperc ezelőtt. Most elképzelem, hogy ilyen, mit tudjam én... Életem... Na, közben tudás. A másik felem nézni ezt a videót, hogy így akkor ebből a videóból akar engem megismerni, hogy milyen ember vagyok, szerintem nem sok sikerre járnik. De ráztuk a rendőröket. Le. Szép az ég. Jó, minek már tűnnek itt? Hát ennek a szana. Hajléktalan. Bury the receipt. Ja, a receptet. Itt volt a sztoriban egy kaktusz, nem? Lehet. Itt egy homokvár. Lehet, hogy fel kellett volna osztani a területet. Én kezdem itt fönt, te kezd lentről. Szerintem itt de gondolom, az... valamivel meg van jelölve azért biztos, lehet a homokvárra, nem? Csatorn, itt a vízben biztos nem. Én papírt berakták a vízbe. Megvan. Megvan? Itt egy kis ásás nyom. És meg volt jelölve? Nem, csak egy ilyen kis ásás nyom, és egy doboz volt ott. Berakta a zsebébe egy ilyen fasz alakú rudat. Na. Kay? Még 4 mérföld. Na, helikopterrel menjünk, vagy? Jó, de én nem tudok lehívni, mert... Most itt van ez. Uh-huh. Menjünk fel az útra, csak eltüntetem, és akkor úgy. Hát én le tudok egy bazárot hívni. Jó lesz, akkor az is. Ha... Eszembe jut, hogy hogy kell. Akkor majd én. Szerintem. Na, Nórám. Milyen kicked you? Hát kiszálltam. Kicked you. Tessék. Lejutom ezt a hadi helikoptert. Úgyis... De nem a kikötőbe rakja. Úgyis mostanság volt neve napod. Boldog négy napot utólag is így. Sticky. Nem. Tűzijátékkal ünnepled? Köszönöm. Na amúgy már nem ott lennénk, hogy fél úton, ha nem a kibaszott helikopterre várnánk. Hát ez az, ez az én ötletem volt. És most már 4 percig várni kell, valamilyen nem jön. Na majd akkor. Úgy kell, hogy M vehicle, és ott kell lennie valahol. Közben érzem, hogy anya valamit odaégetett lent a konyhában. Ez a szar. Na menjünk kocsiba. Olyan volt jó sport. És van ez. Hát lehívtam a kocsit. Hát, ő meg ide jön. Bocsánat. Égetett. Éget illat. Fú, büdös van. ma egy vakondot, egy vakondot fogtok enni. Igen. Én is hívok valami kocsit. Na. Jó lesz. De én kocsim... Itt nincs büdös a kocsiban.
Nem nagyon akarja lehozni mechanik, úgyhogy beszállok hozzád akkor. Hú. Az igen. Jó van. Ah, neki ment. De hol? Terepjárónak jobban kéne bírnia. Igen. Hát ez a G5, komolyan mondom. Na mennyi a végsebesség ennek a szarn? Vagyis kocsinek. Te jól, megtiszteled. Ennek a szarnak. Hát amúgy szép autó. Csak tuning hiányzik belőle. Jó van az. Van benne tuning. Hát hagyjad már, hát hogy ne lenne benne tuning? Hát az izé se olyan, a kipufogós olyan volt. De akkor nem raktál bele kilövetetlen gumit? Mondjuk, hát ez gyanús. Akkor csak nem voltam izé. Meg olyan elég alapnak tűnik minden rajta a szín. Semmi extra-t nem látok itt kívülről. Akkor elfelejtettem. De mondjuk én is akarok venni egy új kocsit, szóval a rész végén akkor akár azt is lehet, hogy feltuningoljuk. Hát most tusszikra nem kell. Meg látod ütköztél. Köszönöm. Igen, armor sincs rajta, egészséget. Ahogy bólogatna óra. Ez nincs a kocsin, az nincs a kocsin. És bólogat. Hát akkor majd szerintem beszélgetünk ezekkel a... ezzel a klienttel. Akkor addig veszek egy kocsit. Aztán utána mehetünk tuningolni. Ászt a kurva. Most a vezetés sem megy. Most? Jó, nekem sem, úgyhogy... Na. Még mindig van hátra egy kis távolság. Ja, izé fent találkozunk velük? Tudom. Még úgy alig van forgalom. Így tudok vezetni. Mi lenne akkor, hogyha még lenne forgalom? Jaj, itt a pacsító úton le kellett volna fordulni. Mondom. Jó van, viszem a kocsit a bontóba. Oda is való. Te meg a csomagtartóban maradsz, miközben bontják meg ez a kép. Mint a Mafia 2-ben, amikor össze lehet nyomni az autókat. Igen. Na, de amúgy szedték ez az autó, most nem ezt vettem meg, ne az legyen már, hogy ilyen ugyanazt csináljuk mi is, de az... A faszom ki van! Miért kellett megvenni szerencsétlen nőt? Hát mert még rám jön. Ütközünk, de még előre jön, nehogy izé. Húú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 ú
forma egy. Ezért, Cobra 11, na, forma egy. Tudod, mert velem igen volt ilyen. Menjünk be itt a házba. De ez nem a mi házunk. Az nem baj. Ja, ide kell jönni, nem? Ide, ja? Dina már azért elbasznak. Aztán ilyen járgányok vannak ott elő. Hát. Nézzük meg azt a fehéret. Nem is emberek ez még. Ezt tetszik ez a fehér. Ezt kell talán megvennem. Még rányítottam. Ja, hát ez izé, ez a mini madrázó, nem? Aha, de nézd! Gyere! De ők mindig itt állnak. Nézd, itt milyen buli van. De van rajtuk már tartó? Van, sajnos. Akkor jó van. Emlékszel, amikor még itt hógolyóztunk? Igen. Az sem most van. Hát pár részsel ezelőtt. És pár hónappal ezelőtt. Ért, belennék bassza a fűnyírót, biztos belehajintanám a medencébe. Ugye vannak benne közben. És be is van dugva. Meg izét, hajvasaló, izét, kenyérpirítót, ilyesmi. Vasaló, ja. Ide kellett jönnie? Ide. Itt a madrazzo. Dick. Dick. Micsoda megnyilvánulás.
50 ezer? Na Hát. hát abból... Hát kocsit nem veszel. Hát nagyon. De a kocsiba tudsz venni egy izét, egy jó durát. Kürtöt. Kürt. Életünk legizgalmasabb heistje volt. Na. Hát az... Azért gyűltünk itt össze. Jaj! Na, hello. Elnézést! Elnézést! Levitlek azt, elviszem a kocsidat! És hol megyünk? Megyünk az izé? A garázs, az me megérkezett az új kocsim. És akkor feltoringoljuk Mely, őket? mert hol laksz? Nem a házhoz hívtam, hanem ide a... autósoppomhoz, ami... Hát nem tudom, hogy hol van, mert le nem is emlékszem. hívhatod ide. Ja? Akkor menjünk a tuning műhelyhez. Nem? Aha. A tengerparton, jó? Túlim műhely. Jó. És oda elhívom. Kipróbálom ezt a kocsit, mert amúgy kívülről tetszik, ez valami Porsche, nem? Hát, ja. Jaj. Most, hogy mondod? Mert ugye Comet, szóval... Jaj. Addig jó. Na? Mi ez ez? Mi ez? Ez szólt egyik trailerbe. Persze, telefonálunk. Ja, ennyi volt a telefonálás. Mi ez az izé falusi rádió? Így szokta izé Porsche-t így szokták vezetni, hogy közben szól a... közben szól a izé 3 plusz 2, meg izé a... nem tudom. MC Hover és a Technic, meg nem tudom. Ja, javítási költség az... az egekbe fog rúgni már. Valaki trombitál, csak azt hallom. Ez ilyen Benny Hill-be szokott lenni, ez a... ez a... zene. Kanyar. Ja, hát... tudom, itt sofőr van, nem fasőr. Olyan vagyok, mint egy anyós. Én vagy egy... Kanyar, izé. Azt a kurva. De direktőnkre baszod a kocsimat? Ezt nem így akartam, de így sikerült. Istenem. De jó az még, hogy beindul. Beindul. Rád indul. Meg se jött még a kocsit, te már bemész. Ahogy nem mennék. Ott igen. Na nézzük. 50 millió, azért. Javítás. Hát ezt a kocsit tényleg nem tuningoltam még. Egyáltalán? Egyáltalán. Na közben meg... ja megjött, jó van. Hát valóságos ilyen gyorsan tudnának szerelni, milyen jó lenne. Vagy javítani. És még nem is basztnának át. Ja. Az milyen kicsi ez az autó. Melyiket vetted? RT3000. Ez a Honda. Nem is tudom mi. Na, ha feltűnik valam aztán akkor... a bemutatót és egy ember tud két kocsit... két kocsin dolgozni? Hát, munka megosztás. Ja. Hát az még mindig helyén való, hogy az az állítás, hogy ebben a játékban lehet még mindig mire költeni a pénzt. Van mire költeni a pénzt.
Hát most nem nagyon, nem fogom nagy dobra verni ezt az egészet. Mennyi pénze maradt Nórának abban a nagy Hát örökségben, amit idején kapott? meghalt a ők mamája, onnan van még a, ezért. Hát még van egy 36 millió. Hát azért az, hogy mondjam, még nem vagy szarban azért. De már kezdek a gödörbe beleesni, vagy hogy mondjam. Hát, figyelj, azt hiszem télen volt ez valamikor, úgy emlékszem. Karácsonyi ajándék. Vagy karácsonyi ajándék volt? Nem tudom meg. Fú. Most majd a Redditbe veszek pénzt, nem igaz, amúgy nem. Ott már elkezdtél online-ozni? Hát elkezdtem. Pár rész, és ennyi ja, volt. Tényleg? Singing on the rain. Kifestőzök. Ah, marad fekete. Az mi a manu? Nem. Ó, miket fel nem lehet tenni a tetőre, hallod? Nem, hogy már kéményt tennénk a kocsinak a tetejére. Úgy látom, nekem most a szar is ízetlen. Nem tetszik. Te már a harmadik kocsidat tuningolod azóta. Ám igenis, most vagyok az elsőnél, de... ez olyan udorít, hogy le lehet róla mindent szedni. Hogy mindent? Hát a lökhárítókat, a motorvezetőt, sárhányót, mindent le lehet szedni róla. Az igen. Ne, szóval megmutatom. Na, kaptál 50 ezeret a küldetésért, a turbo tuning pont annyi. Igen. Haha. Itt megvan, ezt csinálva kérem szépen. Minden. Nem vagyok én a pálca. Ja, azt elfelejtettem, hogy ez live. Sziasztok, sziasztok. És már 51-en vagyunk. Hogy? Maximum live, Jasmine. Ilyen izé, bettingel és GTA online közben. Majd annak is eljön az ide. Igen. Hát... ez mondanám, hogy tetszik. De nem igaz. Nagyon oda kell figyelni. Én a... milyen jó lenne közben beengednének ilyen különböző állatokat így a garázsba. Gorillák így ugrálnak, mit tudom. Az így feldobná így a tuningolás élményet. Lehet, hogy már a szerelő un minket. Már éppen izé zárt volna, menne haza. Családjával lenne, helyette itt ezzel a 2 évvel foglalkozik. Asszonya. Akik mentálisan betegek.
Jó. Azt szólt a Mafia 3-ban is. Ez a... ilyen... rap zene? Az ész volt a West Coast Classic-en a... tényleg a piano. Hát a színe az lehet nem... jó. Ennyi problémám legyen az egész életemben. Amúgy nem is tudom, miért itt tuningolok, mert ha a garázsban tuningolnánk, akkor lenne ott 20% kedvezmény, vagy 10. Most komolyan? Mhm. Sziasztok. Nem, hát jó, hát most... Csak akkor nem tudnánk egymás mellett tuningolni. Nem tudnánk egymás mellett létezni. Mindjárt meg vagyok. De örülnek majd, hogy takarítok, nem tudom, ki takarítsák fel ezt azért, hogy össze-vissza driftem az egész parkolót. Ezt szólt a Mafia 3-ban, Snoop Dogg. Mikor rettek az aligátorok. Elkészült. Az igen! Jó, tényleg kicsi. Milyen lány van rajta? Vagy nem tudom, az? Valami anime. Mi az, fiú? Na mind, nem az a lényeg. Ó, hát most úgy, most a izé vagy, nem? A... GTA 4-ben az a Gracie. Tényleg? Ú, ez is jól lett amúgy. Ilyen... ez a színválasztás érdekes, egy ilyen kis pályázati pénzekre utazol? Király színekbe öltöztetted az autót. Hát most érted, most megyünk az utcák, akkor lássák már, hogy ki itt a Jani, meg ilyesmi. Szerintem az a terv, hogy belemegyünk. Előválasztásra nem menj ilyen kocsival. Nem ja, lenne de most sikerül. Nem, most, de most Amerikában vagyunk, a faszom. Na. Az a terv, hogy belemegyünk a vízbe. Jó terv. Nem, hát szerintem az a terv, hogy a mai résznek vége. Ha tetszett, akkor egy lájkot nyom, kérlek szépen. Illetve donételj, 20 000 forint után lesz izé, bevaszós láj megint, amúgy nem, eddig se volt. Aztán... Az a premium csatornánkon van, oda előfizetés is igényeltetik. Igen. Jövünk legközelebb, hogyha itt ugye én nem ráesik a fejemre egy gesztenye és elájulok, akkor, akkor nem, de amúgy jönni fogunk. Ha tetszett, akkor sziasztok, és amúgy is sziasztok. Hello! Sziasztok!